Sziasztok, János vagyok. Szeretnék megint bemutatni egy újabb ízű, összetételű Dr. Oetker szuperkását, zapkását. Itt ugye föltültették rajta, hogy protein pluszban van benne, aktív élet. És hoztam még két zapkását, amit szoktam fogyasztani, hogy ehhez képest mennyivel több protein található benne. És először is nézzük az összetételeket. 100 g-onként a almásfahéjasba 111 kalória, a zakásás banános a 122 kalória, ez a csokoládés szuperkása málnával 108 kalória. Zsír 2,1, 2,2, 2. Szénhidrát 18, 20, 16. Rost 1,9, 2, 2,1, és a fehérje, amiért tulajdonképpen csináljuk a tesztet, csinálom a tesztet, 100 g-onként 5,7 g. Ebben 3,3, ebben pedig 3 g. Tehát tulajdonképpen a dupla értéken, dupla annyi fehérjét tartalmaz, tehát a falnak nem fog menni a fehérje mennyiségtől, de egy megnövelt fehérje forrásnak kiváló, főleg, hogyha valaki ugye sportol, vagy egy kicsit jobban odafigyel a táplálkozásra. Egy átlagos banánnal szoktam fogyasztani, ami 153 g mondjuk, ami azt jelenti, hogy körülbelül a banánba van 1,5-2 g fehérje, egy 30-40 g szénhidrát, zsír 0,46, rost 4, nátrium 1,3. És most megmutatom a főzését, vagy hát, hogy fog kinézni a főzés után. Itt forrásban levő vízbe a csomagtartalmát beleöntjük. Ez körülbelül olyan 2 deci víz. Most kanállal elkevergetjük. Csomómentesen. Tulajdonképpen mikróban is meg lehet ezt csinálni, mondjuk a mikrohullámsütőt annyira nem szeretem, de én egy kicsit a víz felforrása után egy pár másodpercig így kevergetni szoktam, hogy csomómentes legyen. És akkor még annyi, hogy ki lehet egészíteni plusz zapkásával, esetleg valakinek nem túl sűrű, vagy proteinporral ki lehet egészíteni. Tehát én most rakok bele egy kis proteinport. Pure Whey, a Biotechnek terméke. Sokra ezt le is zárom, már nem kell tüzön. Tovább. Belakok egy kanálnyi proteinport még. És akkor így még pluszban egy kis fehérjét viszek bele, ezáltal egy jó kis tápláló reggeli lesz belőle banánnal. Fehérjének semmi baj nem lesz a hőtől, attól nem kell félni. Jön a tálalás.
Hát egy ekkora adag jött ki belőle. Megnézzük a tányért. Mennyi? Súly, tömeg. Ez 2,19. És akkor... lemondjuk, akkor tulajdonképpen 200 g plusz jön ki belőle, ugye, mert ez 60 g-os dolog. Tehát plusz egy banánnal elfogyasztva, ez egy nagyon ízletes táplálék tud lenni. Egyétek, vegyétek a Dr. Oetkernek az új proteines csokoládé zabkásáját málnával. Kevés kalóriát tartalmaz, tehát nem fogunk falnak menni tőle. 108 kalóriát ír 100 grammonként, ugye ez 60 gram, a víz az ugye semmi, az nem kalória, és akkor még a proteint, amit beletettem, az még egy pici kalória, meg egy kicsi fehérje, de az cukrot nem tartalmaz nagy mértékben, úgyhogy nem lesz túlzott kalóriabevitel. Viszont tényleg lehet mondani, hogy egy jó kis rengelit készít az ember. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, vagy mondjátok el véleményeteket a videóról, a videóhoz, vagy maga csak a szuperkásákról. Sziasztok!